kezemben látható információs térkép hozta olyan szinten össze a törökbálinti vállalkozásokat, melynek a leglátványosabb eredménye a térképeken túl az iskolákban látható. Több olyan eszköz kaptak az iskolák, mely segítségével könnyebbé válhat az oktatás. Törökbálinti vállalkozók összefogásával egy elég komoly ajándékcsomagot kapott az Imándi Ignác általános iskola. Ennek része a zömbögött látható térkép. Mennyire segíti a mindennapi pedagógiai munkát az, hogy egyrészt, amiről beszélnek a tanárok, azt térképeken és időben meg is tudják mutatni. Minden szemléltető eszköz nagyban segíti az oktatást. A mai gyerekek rendkívül vizuálisak, hiszen egész nap képernyő előtt vannak, számítógép előtt jellemzően, okostelefon a képernyője előtt, vagy otthon a tévé előtt. Tehát nagyon-nagyon fontos a vizualitás. Ezek a Stifel térképek ismertek számunkra, hiszen nagyon régóta Stifel térképekkel dolgozik az iskola, tehát földrajz és történelmi térképekkel. Nagyon örülünk, hogy kaptunk belőlük. Ezek még nincsenek meg az iskolának, és mivel elég szerények jelenleg az iskolának azok az eszközei, pénzeszközei, amelyeket ilyen jellegű eszközökre fordítani tudunk, rendkívül hálásak vagyunk azoknak a törökbálinti vállalkozóknak, az önkormányzatnak, akik eszközöket a törökbálint térkép megjelentetésével rendelkezésünkre tudták bocsátani. Az átlagos gyerek tehát a vizuálisan megmutatott dolgokat jegyzi meg? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Tehát ha látja, sokkal inkább lerakódik az ismeret, kötődik az ismeret valamihez. Tehát fontos az, hogy lássa is. És beszéljünk egy másik fontos dologról, ez pedig a napkollektor, amire elsőre azt gondolnánk, hogy egy darab kevés az iskolának, viszont nem az a célja, hogy tulajdonképpen energiatakarékosabb legyen az intézmény, hanem sokkal inkább az, hogy a fiatalok legyenek energiatudatosak. Hát ebből kellene egy féltetőnyi ahhoz, hogy a mi iskolánk energiáját elláthassuk. Ezt a napkollektort mi most azért kaptuk, hogy fizika órán szemléltetni tudják a pedagógusaink azt, hogy milyen megújuló energiaforrásokból lehet ma már energiához jutni, amelyek nyilvánvalóan, hogy a fenntartható fejlődéshez hozzájárulnak. Iskolánk ökoiskola, ezért rendkívül örülök neki, hogy egy ilyen szemléltető eszköz is a birtokunkba került, ilyen még nem volt eddig nálunk, hiszen majd a fizika órák keretében meg tudják nézni ennek a működését. Tehát most hallottam, én nem vagyok fizikus, hogyha megvilágítják, vagy napfényre kiteszik, akkor a hátoldalán majd mérhető lesz az, hogy mennyi energia halmozódott föl, tehát bizonyára a gyerekeknek ez nagyon szemléletes lesz a napkollektor működés, és reméljük, hogy majd felnőve, ha önállóak lesznek, és esetleg családi házat építenek, akkor kedvük szottyan ilyenfajta energiaszerzésre, tehát hogy egyrészt sporoljanak a családi kasszának, másrészt pedig, hogy valóban védjük, óvjuk a természetet. A törökbálinti vállalkozók, törökbálinti civilek hogyan tudják az iskola életét mindennapjait segíteni? Hát erre még nem volt példa, ilyen összefogásra, ami most itt megvalósult, hogy végülis egy törökbálint térkép elkészülte kapcsán, ugye azok a vállalkozók törökbálinton, akik hirdetéseket tettek fel a térképre, ezzel elősegítették ennek a térképnek a létrejöttét, és a Stifel pedig ebből egy alapot különített el, amelyet arra a célra használt föl, hogy a két törökbálinti iskolának térképeket adományozzon. Azt gondolom, hogy ez eddig még ilyen formában, tehát hogy nem az iskola szervezi az adományozást, ez eddig ilyen formában még nem valósult meg, egészen újszerű volt számomra. Nagyon köszönöm, mert az iskoláknak minden segítségre szüksége van, és ezt nagyon tudatosítani szükséges ma, azt gondolom, minden állampolgárba, hiszen ide az iskolákban mi gyerekeink, a mi unokáink járnak, mi szinte minden törökbálinti család érintett, és egyáltalán nem mindegy, hogy 21. századi körülmények között, vagy a 60-as évek szintjén dolgozik egy iskola, és ahhoz, hogy 21. századi körülmények között tudjon dolgozni, ahhoz bizony szemléltető eszközök tömegére van szükség. A gyerekek, az előbb elmondtam, vizuálisak, meg akarják fogni, látni akarják, ez rendkívül fontos dolog. Na most, mivel hogy elég szerények mostanában az anyagi lehetőségeink arra, hogy cseréljük az iskola szemléltető eszköz állományát, ezért nagyon örülök annak, hogy egy ilyen kezdeményezésnek lett most végül is az iskola részese, és nagyon bízom benne, hogy ez a kezdeményezés a jövőben is folytatódni fog. Én csak mindenkit kapacitálni tudok arra, hogy az iskola minden segítségre rászorul, minden apró kezdeményezésnek örülünk, és nagyon hálásak vagyunk érte, ha támogatják az iskolánkat.
Polgármester úr is eljött az intézményekbe az ajándék átadásra. Ön hogyan látja azt, hogy a törökbánti vállalkozók tulajdonképpen összefogtak, és ennek az eredményeit a diákok is érzékelhetik egy ajándékcsomag formájában? Természetesen nagyon hasznosnak tartom, és köszönet a Stifel képviselőjének, az Alfa Solarnak és a Levendula Ház tulajdonosának, hogy ezekkel az adományokkal hozzájárultak ahhoz, hogy egyrészt színesebb legyen az oktatás, olyan dolgokhoz férjenek hozzá a diákok, amelyekkel eddig nem nagyon találkoztak, kézzelfoghatóan például az Alfa Solar részéről kézzelfogható napelemet kaptak, és ledes izzót, hogy lássák, hogy egyébként, hogy ez hogyan működik. Nagy érdeklődéssel figyeltem én is, és elgondolkodtató az, hogy az ember lecserélje az eddigi elektromos hálózatát egy ilyen napelemesre, hiszen elképesztő, milyen megtakarításokat lehet elérni. A térképek gyönyörűek, azt hiszem, hogy sokkal jobbak, mint hogyha elektronikusan nézhetnénk, mert kézzelfogható, oda lehet menni, meg lehet tapintani. Nekem ez mindig barátságosabb, mint egy számítógép felületen ezeket nézni. Látványosabb, talán jobban lehet rajta magyarázni, és amellett mindenki látja, hogy éppen mit követnek azon a térképen. A Levendula Ház tulajdonosa pedig a pedagógusoknak kedveskedett egy 50%-os kedvezménnyel. Szívmelengető érzés, hogy ilyen vállalkozók vannak Törökbálinton. Elképzelhető az is, hogy későbbiekben is lesz hasonló kezdeményezés? Szerintem, hogyha ezt látják mások, akkor ők is úgy gondolják, hogy az iskoláinkat támogatni fogják. Nem elesleg egy olyan térképpel kapcsolatban indult el ez a kezdeményezés, ahol már látható haranglábkörforgalom. El fog készülni az idén? Aktuális tud maradni a térkép? Igen, tulajdonképpen egy kicsit itt annál a térképnél egy kicsit csaltunk, mert azon a térképen már szerepel a halangláb körforgalom. Én nagyon remélem, hogy április 1-én el tudjuk kezdeni a beruházást, és ebben az esztendőben, hát már talán nyárra a halangláb körforgalom készen is lesz. Az Imád Ignác általános iskolában az igazgató az, hogy mesélt arról, hogy mennyire szűkösek a anyagi lehetőségeik, kevés olyan eszközt tudnak beszerezni, ami egyébként az oktatást segíti. Az önkormányzat hogyan tud ebben a kérdésben segíteni, hiszen nem az önkormányzat feladata, de mégis Törökbálint számára fontos lehet az, hogy a gyerekek minél jobb körülmények között tanuljanak. Fenntartói részről szűkösek a körülmények. Működtetői részről, üzemeltetői részről, Törökbálint üzemelteti, városa üzemelteti mind a két iskolát, én azt hiszem, hogy országosan kiemelkedően magas színvonalom. Tehát az igazgatóasszonynak igaza van természetesen a fenntartói részről, hogy onnan azért kevésbé kapnak támogatásokat, de hogyha az üzemeltetést nézzük, és azt, hogy Törökbálint egyébként egy külön soron is szerepeltetjük a költségvetésünkben egy támogatási részt az oktatás támogatására, az oktatás segítésére, mi azt hiszem, hogy példásan támogatjuk az iskolákat, hogyha apró cseprő kéréseik vannak, nem kell elmenni a fenntartóig, mi azokat megpróbáljuk itt helyben megoldani, tehát szerencsés helyzetben vannak a törökbálinti iskolák, mondhatom nyugodtan. Magas színvonal akkor továbbiakban is tartható. Látjuk, hogy sem az önkormányzaton, sem a törökbálinti vállalkozókon ez nem múlik. Az, hogy az oktatás színvonala milyen, az kizárólag a pedagógus karon és az őt irányító klikken múlik. Rajtunk semmi, mi több százmillió forintot fizetünk ki egyik iskolára és másik iskolára is éves szinten azért, hogy az üzemeltetés a magas színvonalú legyen. Aztán például ez az iskola, ahol vagyunk, én úgy gondolom, hogy az ország legmodernebb iskolája, elképesztő magas színvonalon működtetjük. Nekünk semmiféle lelkiismeret furdalásunk nincsen, remélem, hogy a szülők is tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzat mit tesz ahhoz hozzá, hogy ilyen iskolákba járhassanak a gyerekeik. A oktatás színvonala az nem az önkormányzaton múlik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a napelemmel, a megújuló energiákkal a gyerekek már az iskolában megismerkedjenek, és tudják használni, tudják értsék, mi az, miért van rá szükség, hogy ezeket az energia előállító berendezéseket ugye bevezessük és használjuk. A gyerekek azok ilyen szempontból okosabbak, mint a felnőttek. A gyerekek, ha tapasztalják és látják, hogy egy dolog hogyan működik, akkor azt használni fogják. Megértik a működését, tetszik nekik, és élvezik, hogy értik, hogy mit miért kell csinálni. Önök azt tartották fontosnak, hogy ne csak a diákok, hanem a tanárok is részesüljenek a felkínált ajándékokból. Mit ajánlottak fel a tanárok felé? Én sokat gondolkodtam azon, hogy mit tudnék, mint Levendula Home nyújtani az iskolának, és mivel tudtam, hogy a gyermekek kapnak gyönyörű térképeket, nem szerettem volna kihagyni belőle a tanárokat sem, és én a tanárokat támogatnám egy 50%-os sóterápiás bérlet lehetőséggel, amit az egész iskolának nyújtok. Tehát tulajdonképpen az iskola egész tanári karának. Kérem, meséljenek erről a kezdeményezésről, honnan indult,
el az a folyamat, aminek a mostani eredménye, hogy diákok, illetve tanárok egy komoly ajándékcsomagban részesültek. Elsősorban iskolákat és közintézményeket látunk el fali térképekkel és interaktív eszközökkel. Ebből a termékkörből adódóan alakul az, hogy amikor elkészítünk egy ilyen várostérképet, amit hirdetők szponzorálnak, mindenféleképpen lehetővé tudjuk tenni, hogy a helyi vagy adott városban a meglévő iskolákat, intézményeket támogassuk ezekkel a térképekkel. Hál' Istennek nyitottság volt és jófogadó készség volt a hirdetők között. Mindenféleképpen annak is nagyon örültek, és mi is örültünk, hogy tudtunk nekik szemléltető eszközöket és taneszközöket átadni, tehát nem pénzt, amit ugye bármi másra el tudnak költeni, de mégsem egy hosszú távú ajándék, amit tudnak használni, és tanulni tudnak belőle a gyerekek. A török bányti vállalkozók fogékonyak voltak erre a kezdeményezésre, hogy nem csak reklámozni tudnak, hanem egyben egy komoly küldetést is ellátnak azáltal, hogy segítik a gyermekek tanulását. A török bányti vállalkozók nagyon örültek neki, és nagyon szívesen vették ezt a lehetőséget, mint ahogy látjuk, más felajánlások is történtek. Pont ezért volt arra lehetőség, hogy ilyen komoly értékű ajándékot adjunk át az iskoláknak. Tulajdonképpen ez az a térkép, ahonnan a kezdeményezés elindult, ami egyébként török bányt közeljövőjét is ábrázolja. Itt lesz az M7-esre a lehajtó-felhajtó ág, ami most készül, és ez egy segítség lesz a város forgalmának lebonyolítása szempontjából, és itt van a harangláb körforgalom, amiről már elég régóta beszélünk, és úgy tűnik, hogy április 1-től el tud indulni az építkezés. Mennyire optimista picit a jövőbe tervezni? Abszolút optimista dolog. Ezek folyamatban levő és megvalósítás közben lévő munkák. Gyakorlatilag az érdi felhajtót, az autópálya felhajtót már majdnem, hogy kész van, éppen, hogy átadás előtt van. A Kazinczy Ferenc utca, Szent István utcánál található körforgalom pedig azt hiszem abszolút szükséges és fontos, hogy megépítse a város. Amúgy is szükséges egy várostérképet folyamatosan frissíteni? Mindenféleképpen, különösen itt Törökbánynál látszik, hogy az agglomeráció fejlődése és a közlekedési változások miatt szükség van időnként felújítani. Ez általában a városoknál olyan 3 éves periódust jelent. Törökbányton aktuális lesz megint abban az esetben, amikor mondjuk megépül az új városháza. A vállalkozásokon kívül milyen információt lehet találni ezeken a térképeken? Ezeken a térképeken a vállalkozásokon kívül megtalálhatjuk a közintézményeket, orvosi rendelőt, ha megnézzük a térkép egyik oldalán az önkormányzatnak van egy külön felülete, ahol megadhatja az elérhetőségeiket, kapcsolatokat iskoláknak, óvodáknak, orvosi rendelőknek. Azon kívül megmutatják a területi besorolásokat is a térképek, amint látszik a színezésén. Azon kívül az útvonalak milyenségét is láthatjuk, ahol szélesebb útak vannak, azok ugye aszfaltos útak, főútvonalak kiemelve, autópályák megkülönböztetve. Tehát abszolút tájékoztatást tud nyújtani a közönség számára.